Jó, akkor fogjad légy szíves, jó? Thank you.
így helyen. Jó. Nincs ott semmi újság, csak az öreg Cézár kutya nincs többé. Jaj, ne mondja már János, szegény Cézár kutya. Olyan jó vadász kutya volt. Hát megdöglött a sok lóhústól. Hát a parádés lovak megdöglöttek. A parádés lovak megdöglöttek. Hát mire? Megszakadtak a vízhordásba. Hová hordták a vízhordásba? Hát leégett a kastély. Nem, Isten, leégett az a gyönyörű kastély. Beszélj már, tehát minden szót úgy kell belőle. Hogy mikor a nosztrágos asszony kiszökött a kertészfiúra, az istálóba hancúrozni. Olyan hosszúra sikeredett a légy, hogy csak igégett a gyertya, mondtam is, és a forraszával a gyertyával. És a nagyságos úr képzelje, majd bele betegedett bánatába, de hamar meg vigasztalódott a fiatal danussal. János, van még valami? Van, van. A kisasszony is képzelje, megszökött a zongora majsztere. Mondja már, hogy megszökött. De azt képzelje, lett azoknak annyi pulyájuk, hogy a tancos kerti óvoda minden nyakcsoportját János, most már én nem hallgatom ezt a sok komolytalan beszédet. Tudnék én még komolyabbat is mondani, de azt majd jövőre egy év múlva. Na, Isten áldja, de egy év múlva. Elégyed is Pepita, a szíved már is fölia, Dixieland, Dixieland.